Napos időben jól járható Nyíregyháza egyik forgalmas része a Kossuth utca. A nyári villám árvizek elvezetéséhez azonban már nem elegendő a jelenlegi csatornahálózat. Ilyenkor órákra megbénul a forgalom ezen a szakaszon, és sorra hagyják el az autósok a rendszámtáblákat. És van még hasonlóan kritikus része a városnak. Először azonban a Kossuth és Sarkantyú utcai rész korszerűsítik majd tesztjelleggel kassai mintára. Kassán a problémákat egy adaptációs terven keresztül azonosítjuk, ami a klímaváltozásra vonatkozik, ez foglalkozik a villámárvizekkel és a forrósággal egyaránt. A Hernád-Tihanyi városrészen például kialakítottunk egy vízkert projektet föld alatti gyűjtő tartállyal. Ez 33 köbméter a kassai városrészen. A projekt lényege, hogy fokozatosan biztosítja a csapadékvíz felszívódását a zöld rétegbe. A párologtatás pedig a levegő hőmérsékletének csökkentésére szolgál. Ez intenzív növényültetéssel valósul meg, olyanokkal, amelyek sekély gyökérrendszerrel rendelkeznek. Egy hasonló megoldás fontos mérföldkő lehet Nyíregyháza csapadékvíz elvezetésének problémájában. Eddig több mint 2 milliárd forintot nyertünk pályázatokból, és záportározókat építettük, rendszereket, elvezető rendszereket, és hát ez itt még mindig van tennivaló. Most konkrétan ez a projekt, amit Kassával nyertünk most április végén egy interreges pályázat keretében, arról szól, hogy a teljesen beépített túlzsúfolt belvárosi részeknél mit tudunk tenni, az úgynevezett villámárvizek esetén, amikor a klímaváltozás miatt egy nap alatt leesik 3 havi eső, és nem tudja a rendszer elvezetni, kezelni. Itt nálunk a Kossuth utca, Sarkantyú utca, hát a határolt terület lesz a kivitelezés, a kivitelezési pályázatot már ki is írtuk. Az innovatív vízvisszatartási megoldások az életminőség javítására Kassán és Nyíregyházán című 962 000 eurós, azaz több mint 372 millió forintos projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg. Az ilyen pályázatok megnyerésében és megvalósításában pedig nincs nagy rutinja Kassának. Nagy segítség nekünk az, hogy Nyíregyházának már sok tapasztalata van a határon átnyúló projektekben, számos hasonló Európai Uniós projektet tudhat már maga mögött a város sikeresen. Most közösen is tudunk EU-s forrásból pénzt szerezni a megvalósításhoz, nekünk pedig a kivitelezésben van nagyobb tapasztalatunk, ezért reméljük, hogy a két város szakemberei tudnak egymásnak segíteni, és tudunk egymástól tanulni. A közös pályázatot tavaly szeptemberben adták be, idén áprilisban megnyerték, és már javában zajlanak a háttérmunkák. A tervek szerint június végéig megköti a szerződést Nyíregyháza önkormányzata a kivitelezővel, ezt követően pedig elkezdődhet a tényleges munka a Kossuth utcán.